No, ha tegnap tanultuk ezt az éneket, ma egy kicsit átismételjük, illetve megpróbáljuk elénekelni. Kell lapoznom? Kell lapozni? Nem csak egy darab. Jó. Köszönöm. Okay. Gyülekezetet, hogy arról beszéljek,
és hát azt tett ugye a Hűszövetségnek az idős könyvénkben Máté, Lukács, aztán a Cselekedetek könyvében János Evangéliumából, aztán Galata, Zsidó, és a végén a Jelenések, tehát az már elhangzott tegnap elég tartalmasan. Hát a jeruzsálemi gyülekezet, ugye a mennyei Jeruzsálembe mindnyájan nagyon vágyakozunk, de a harcot itt kell a földi Jeruzsálembe megvívulnunk. Ugye keresztelő János gyűjti nem csak Judeából, nem csak Jeruzsálemből, hanem Judeából is jönünk hozzá keresztelkedni. Tehát ez már egy ilyen kiinduló pontja annak az új gyülekezetnek, ami majd létre fog jönni magába Jeruzsálembe. Jézus maga mondja, hogy Jeruzsálem a nagy királynak városa, és éppen ezért nem lehet rá esküdni. Tehát mint ahogy Isten nevére sem, így a nagy király városán Jeruzsálemre. Nagyon elterjedt az ugye, hogy Jeruzsálemre, a Szentvárosra esküsznek Jézus korában. Jézus Jeruzsálemben jelenti be a szenvedését, hogy ott kell a bénektől és a főpapoktól szenvednie, megölednie és feltámadnia. Tehát látjuk azt, hogy kialakult szép csendesen valóban Jeruzsálemben egy olyan kiinduló pont, amiből gyülekezett ez, de ahol a legtöbb probléma is fog előfordulni. Jézus Krisztusnak van egy szinte könyörgő, hadd mondjam így, hogy már előre a szenvedéséből az a megélés, amikor azt mondja, hogy hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint tyúk az ő csibéit, de ti nem akartátok. Micsoda fájdalom ez. Amikor együtt van a család, és főleg az időseket úgy szokták köszönteni, hogy mindenki megjelenik a dédunokákon keresztül, mindenki. És ha esetleg valaki hiányzik, azután az egy vagy kettő után fáj az embernek a szíve, akkor az Úrnak hogy ne fájna az, hogy vissza van utasítva. Jeruzsálem, Jézus körül lévők is, meg a magukat igaznak mondom is, ott lopakodnak, ott vannak Jézus körül, de tulajdonképpen nem mennek a tyúkanyok szárnyai alá, hogy ott megpihenjenek. Nem, részlegesen adnak az idejükből és erejükből, ezért hangzik el Jézus szájából. Aztán látjuk azt, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol várják a Mesiást, a megváltót. Jól tudjuk Simonnak és Annának a történetét, hogy amikor behozzák Jézus bemutatni a templomba, a Jeruzsálemi templomba, akkor az üdvözítőt látja meg benne Simeon. Aztán ott van a meggyógyítottaknak a gyógyulásuk előtti kiáltásuk Jeruzsálembe. Mesternek, Jézusnak mondják az Úr Jézus. Könyörgésükben Jézushoz fordulnak. Ez egy nagyon jó kiinduló pont, aztán sajnos nincsenek ott a keresztnél. Aztán látjuk a Zákeus történetéből, hogy volt ott egy olyan vágy, hogy meglátni Jézust. Nagyon sok, egy kis összehasonlítást szeretnék minden ilyen elhangzott dologhoz, úgyhogy a gyülekezetünkben is hogy van ez, gyülekezeteinkben. Én összesen 5 gyülekezetben szolgáltam, 50 év alatt, és mindegyik más típusú volt, de egyben nagyon hasonlítottak Zákeushoz, hogy megyek, megnézem, mert mindenki nézi, én is részes akarok ebben lenni, ha csak eddig történne a dolog, akkor nem is hozta volna fel a Biblia ezt a történetet, de úgy végződik, hogy meghívja a házába, és akkor mondja Jézus, hogy üdvössége lett a háznak. A családjához beviszi az Úr Jézus. Nagyon el tudunk azzal viberülni, meg együtt élni, hogy meglátom Jézus vasárnap 10-től 11-ig a Bibliórán, és akkor utána itt is hagyjuk egy kicsit. Tehát Jeruzsálemben is vannak ilyen előzetesek. Aztán az apostolok cselekedetéből olvassuk azt, hogy minden nap a szentek, tehát akik az Úr Jézus Krisztus keresztjének az áldozatára várva,
de az meg is valósulva, templomban és házaknál jöttek össze, és tanították egymást. Nyilván nem azért jöttek össze, hogy elbeszéljék azt, hogy mi történt esetleg oda, az is fontos, mert tovább folytatta a Biblia, hirdették a Jézus Krisztust. Nincsen más feladata az embernek megragadni minden lehetőséget arra, hogy Jézus Krisztust hirdessék. Ez történik ugye Jeruzsálemben. Aztán azt olvasok szintén az apostolok cselekedetében, hogy a Szentlélek Jeruzsálemben is, de most a Jeruzsálemben beszél, a Szentlélek tanúkat támad. Tehát amikor Isten megragad valakit, és ha tényleg megragad a Szentlélek által, akkor az nyugtalan lesz, hiperaktív lesz. Nyugtalan lesz, és izgatja a dolog, hogy igenis vigye, úgymond a misszió, a teljesen új üzenetet, ami Jézus Krisztusban megjelent. Ott van a samáriai, samaritánus asszony, aki öt férje volt, tudjuk a történetet, és amikor rádöbben arra, hogy Jézus az üdvözítő, hát nincs az az ember, aki megállítaná, hanem bemegy és hirdeti azt, hogy ő az, aki a proféták beszélte. A Szentlélek itt támasztanunk, tehát nagyon jól meg lehet tapasztalni azt, hogy kiben munkálkodik a Szentlélek és kiben nem. Aki feszít a Szentlélek, az igenis beszél Jézusról odahaza és mindenütt, mert kényszerítve van rá. Pár maga mondja, hogy kényszeríti őt a lélek, hogy menjen Jeruzsálembe. Ózkodott egy kicsit, vannak írásmagyarázók, akik azt mondják, hogy talán a saját nyomorúságára gondolt, félt a fogságba, való menetelettől, de hisszük azt, hogy mindezt a belső szorongást a Szentlélek leküzdötte benne, hiszen elmegy Jeruzsálembe. A Szentlélek ígérete egy nagyon nagy ajándék minden gyülekezet számára, ami meg van hirdetve. És kérdés az, hogy vesszük-e ezt, akarjuk-e ezt. Tehát a kiindulópont Jeruzsálemben a Szentlélek ígérete és az azzal való élés. Jézus határozottan megmondja, hogy a földi körülmények nem fognak megváltozni, a megváltozatlan földi körülmények között kell megélniük a Szentlélektől töltődött tanúknak az útját, és menni kell. Tehát azok a körülmények, amelyeket mi sokszor felsorolunk, abból érthető, látható, meg kell mondani, hogy nem a Szentlélek hangjára hallgatunk, amikor az Istenhez mehetnénk meglátni őt, a Szentlélek indítását, és ezt elmondani, vagy nem láttuk meg őt, és akkor is miről beszélni. Az üsztörténetnek még hátra vannak az eseményei, de a kiinduló pont az mindenféleképpen Isten népétől indul ki, és ugye Jeruzsálem van megadva, minek nagyon fontos az, hogy az Atya rendelkezik az idővel. Ennek az idejét ugye nem emberek határolják be, hanem maga az Atya. Mi tehát a tanítványoknak a feladata Jeruzsálemben? Az a feladata, hogy Szentlélekkel töltekezzenek, el nem engedve azt, ahogy hallottuk az előbbi előadásban, hogy megragadni és magunknál tartani, mert ahogy mondta nagy tiszteletünk, hogy a Jézussal jön a sátán is az egész regimentjével, amit az Atya most hozott el Jézus Krisztusban, azt most kell megragadni. A mosteni valóját. Sokszor ugye elmosolygok, amikor hallom azt, hogy most még nem, de majd rá fogok érni, meg így, meg úgy. Már tudom kívülről a kifogásokat. És a tanítványoknak vállalniuk kell, és végezniük kell a missziói munkát.
nem akarok én példákkal élni, de akit a Szentlélek tüze feszít, az nem tud nyugton maradni. Az megy, és keresi azokat a helyeket, ahol még látja, hogy még nem munkálkodik előttében a Szentlélek. Sántán, csonkán, beszédhibásan, akárhogyan, öltözötten, abszolút nem érdekes, megy az ember és mondja. Nem azok a hibásak, akik nem jönnek a templomba, hanem mi vagyunk a hibásak, akik Szentlélektől vagyunk telítve, és ezt mégse adjuk át tovább. Nagyon fontos ez, rendkívüli munka ez, az Isten szent lelke rendkívüli erőt ad hozzá. Rendkívüli erőt ad hozzá. És ebbe bízni kell. Nem szabad vele nyugodni, hogy a mi gyülekezetünk történetesen akár Bogárdon, vagy itt, vagy bárhol, mindegyik hasonlít abba, hogy a megtértek úgy lekocsannak, és akkor figyelik azt, hogy Isten majd oda is megérkezik szent lelkébe, meg ide is. Nem. Eszköznek kell benne lenni. Jézus itt egy világméretű munkatervet jelent be, amikor azt mondja, hogy menjetek el. Jeruzsálem, a kiindulópont, Júdea és Samária. A Pál apostol vállalná a halált is, mert attól fél Jeruzsálembe, és meg kell vívni a haláltusát. Tehát a szolgálat előtt tudod azt, hogy kihez még, tudod azt, hogy milyen markánsan szorítja azt a másikat a földi vagyonszerzés, vagy a bármi más, ami befészkelte magát a házba. Tehát ez egy haláltusa, mert az élő Jézus Krisztust akarjuk helyezni a, mondjuk így, a néma és a süket Jézus Krisztus helyébe, az élőt, a beszélőt, a Szentlélek által. A keresztény igehirdetés tartalmát az apostol teljesen leszűkíti, és koncentráltan a keresztre irányítja a figyelmet Jeruzsálemben. Hol, na aztán egy másik nagy kérdése a gyülekezetnek, hogy hol lehet imádni az Istent. Hát erre nagyon jó válaszokat tudunk adni, mi magyarok. Lehet minden bokorba, lehet otthon, becsukott ajtónál, és templomba persze, ott nagyon lehet, oda fel is kell öltözködni, és Pál azt mondja, hogy nincs helyhez kötve az ima, fantasztikus. Most is lehet imádkozni csendesen, mindig lehet imádkozni. A samáriai asszony egy kicsit helyen igazítja az Úr Jézus, mintha ő lenne az okosabb még, ugye, a meg nem térés előtt nem mondhatom így. Azt mondta, hogy a zsidók azok Jeruzsálemben imádják az Isten, az a hely, ahol imádkozni kell a zsidók szerint. Bezzeg az atyák meg azt mondták, hogy azon a helyen kell imádkozni, hogy amikor a samaritánusok szerint, hogy Kánába való bevonulásra emlékezve a helyen kell imádni. És ezen bukunk el mi is a mai tében. Ez, hogy hol, mikor, a többi közben nem is imádkozunk. Tehát az, hogy mindenütt lehet, ez a Szentlélekkel megtöltött ember számára lehetséges. Nem a vallásos embernek, hogy beszél, hogy templomban. Meg étkezés előtt. Tehát az még ők elmény. Tehát nincs helyhez kötve. A hely vagy a város. És egyszerű a dolog, mert Jézus lezárja ezt a gondolatot. Nem az imádat helye a fontos, hanem az imádott. Mindig az Urat imádni. Hogy sokat vagyok egyedül, és mint ahogy a halottakkal nem lehet beszélni, ezért az élőt hívom, az élő Jézust, és rengeteget beszélgetek vele. Teljesen egy milyen munkát végzett. Tehát az imádottat kell imádni. Az Úr Jézus nem úgy tesz bizonyságot, hogy az atya a zsidóké, hanem úgy, hogy az a samaritánusok, és ebbe a történetbe fekete mondom ezt.
Az igaz, hogy az élő Isten Izrael történetében jelentette ki magát, azaz Izrael története a Mesiás eljövetelére való előkészítés. Isten kiválasztott egy népet, és azt mondta, hogy innen fog, ezekkel mindig beszélek, nem büntetem meg az egész embervilágot, mert keményen büntette Isten az ő népét, mert hordozója volt, volt az üszörkének mondani valójának, hanem előkészítő helye, melegágyra annak, hogy a Messiás megérkezik. Azok az igazi imádók, akik Jézusban felismerték az Isten fiát. Nagyon sokan nem ismerték fel. Akik Jézuskát mondanak, majd megsegít a Jézuska, tiszteletes asszony. Aki megáztatta a ruhát, Jézuska majd meg is szállítja. Ez az keményít. Ugye pedig szoktuk mondani? Azt nem szoktuk mondani, hogy aki adta az erőt, annak megyek és köszönöm. Aki állandó forrásként adja az erőt a testemnek, én ahhoz megyek, és én őt imádom. Az Isten tisztelete teljesen öncsalás, hogyha nem áll Jézus Krisztus a középpontban. Ez a minden, ez a tengelye. Ezen fordul meg minden. A legmesszebb lévő porszem is ezen forog, ezen pörög. A tanult, a tanulatlan, mindenki. Nem adatott más. Nem adatott más. Ezért mondja ott Jeruzsálemben lélek szerinti imádat, amely nem bomlaszt. Imádom az Isten, azért, mert elküldte a fiát, hangzik el, tulajdonképpen ezen a történetek keresztül, de azért, össze is vagyok kötve a mennyel, az igaz, de azért a véleményemet szórom szanaszéllyel. Úgy szórom, hogy éppen akiről szórom, az nem is tud róla. A Szentlélek munkája soha nem bomlaszt. Ha valami nem jónak lát, oda megy, elmondja. És együtt fogják megoldani. Tehát a lélek szerint imádat helyet illetően, tartalmában illetően, békességre törekvő, nem bomlat, a hely és a nemzet nem számít. A hovatartozás. Nem leszek hosszú. Eddig is már elég sokat tanultunk. Tehát az üdvösség is most lezárom, nem csak a zsidóké, hanem Jézusban fel van kínálva az egész világnak. És ezt a felkínálást kell a tanítványoknak továbbvinni nekünk. Itt nincs nyugdíjba vonulás. Itt nincs kórházi ágy, mert ott is lehet szólni az Úr Jézustól. Azt többször elmondtam, hogy hálát adtam az Úrnak, hogy megbetegedtem, és ott a kórteremben, annak a nyolc, a négyes kórteremben bizonságot tudtam tenni. Bibliát kértek, hozták a családok föl. Hitetlenek voltak addig. Az egyik nagyon, csak azért mondom el, hogy tanulnak lenni. Az egyik Kádár Jánosnak volt a titkárnője. 83 éves volt, ő szintén rákbeteg volt, és hú, messzebbre tetette az ágyát tőlem. Az első két nap, és amikor reggel imádkoztunk a többivel, akkor ő kiment. És utána bemaradt harmadik reggel, azt mondja, Máriám, kimentem, de a fülemet az ajtóra tapasztotta, és akarom hallgatni. Tehát tanítványá lenni. Nem azt nézek, hogy neked milyen a sebed, az enyém, de mérjük össze, te milyen kenőcsét használsz, hogy ilyen. Ez mondani való a bajok idején? Nem. Egy mondani valója van a megtért hívő embernek a tanítványság és Jézus Krisztusról tenni a bizonságot. Van egy baj Jeruzsálemben. Ez már a mindennapjainkat érinti.
nem vették észre a módosabb, megtért, Szentlélekkel töltekezett hívők, hogy mennyi szegény van köztük. Hogy vannak köztük éhezők, vannak köztük hajléktalanok. Vannak köztük olyanok, akik a gyereküket nem tudják megetetni. Közben imádták az Urat. Talán éppen mellette jutott azon a házi biblia órán. Az a másik. A lelke nem akarta észrevenni. Tiszta szívből imádni az Urat, minden, de a tanítványsághoz hozzátartozik az is, hogy észreveszem a másik nyomorúságát. És amikor Akhajában volt Pál apostol, elmondta ezt a macedónok és az akhályok között, hogy mi a helyzet Jeruzsálemben, nem szólt a jeruzsálemieknek. Akik nem voltak olyan jó anyagi körülmények között, mint jeruzsálembeliek, csomagot készítettek, pénzt küldtek, élelmiszert küldtek, mert te úgyis még Pál Jeruzsálembe vidd el. És akkor azt mondja Pál, amit összegyűjtöttetek, mert mindent ott van a ördög, ahogy hallottuk, ahol egy kis jó dolog történik. Itt például nagy adakozás történik a két pogány gyülekezet részéről, a jeruzsálemi gyülekezet számára. Nem is ismerték egymást, és a lelkük annyira Istenre nézett, hogy tudtak adakozni. És azt mondja a Pál, hogy nem viszem el így, hanem pecsételjétek le. Mert az ördög abban a pillanatban, amikor a legjobb szándékkal is készül valamilyen gyülekezetben, azonnal az ember szívére bizalmatlanságot kelt. Hosszú szolgálatom alatt ezt nagyon sokszor átéltem. Hogy kezeli a tiszteletes asszony a pénzt? Hogy nem kezeli? Miért nem kezeli? Miért kezeli? Pár ezzel utal, pecsételjétek le, és akkor én ezt így fogom átadni. Mert ha valaki majd eljön hozzátok, akkor előttünk bontotta ki. Mennyire odafigyelő volt Pál ezekben a dolgokban, ami példa is lehet, ami számomra. És ami nagyon fontos, és azt hiszem, hogy nagyon sokszor éreztem én is, meg talán érzi a Levente is, meg azok, akik az Úr szolgálatában állnak, hogy hiányzik a gyülekezet háttéri imádsága. Azt mondja Pál ennek a két adakozó gyülekezetnek, kísérjétek az én utamat, megérkezésemet, bizonyságtételemet, itt távolabb imádsággal, imával gondoljatok rá. Hogy amit Isten rám bízott, azt el tudjam mondani. Sokszor azért válik szegényé az alkalom, mert nincs egy háttér, egy ima közösség, ami azt a szolgálattevőt ott megerősíti. Isten szent lelke teljesen betölti, mert egy sereg imádkozott. Amikor Billy Graham itt evangelizált, vagy nem is tudom, hogy nem itt Amerikában, itt már nem tudom, nem is ez a lényeg. És akkor jöttek az emberek mindenhonnan, pedig nem volt nagy polverés, és egy hatalmas stadion teljesen megtelt. És bejött egy mitugrász fiatalember, oda ment valami híres zenész, oda ment Billy Grahamhez, bírta a nyelvet is, tehát meg tudta szólítani. Azt mondja, hogy létezik ez, mit csinál, milyen bűverővel rendelkezik, hogy ennyi ember, hát azt mondja, látok itt ismerős arcokat, tehát ezek olyan hitetlenek, meg olyan lehetek, az itt vannak. És azt mondta Filipen, na, fiatal ember, gyere feljebb, nézd csak, ott a sátorban, 400 férfi térden állva imádkozik ezzel az alkalomért. Nekem nem lenne erőm, mondja Filipen, a háttér ima közösség nélkül. Tehát van feladat a gyülekezet tagjainak, és ez itt le van fektetve.
még nem szólok már hosszan, a tanítás az nagyon fontos, hogy tisztában legyen a jeruzsálemi gyülekezet azzal, hogy az Ószövetség Istene, akitől még Mózes is rettegett és félt, most nem az az Isten hirdettetik, mert megmutatta magát Jézus Krisztus kegyelmet osztogató keresztjében. Nekünk nem kell érzgetni Istennel, ha nem térsz meg, hogy nem fizeted be az egyházat, nem az értelmetet, ha nem térsz meg a pokolba jössz, ez aztán nem hívogató. Nekünk ki kell hirdetni, azt mondja az apostol zsidókhoz írt levélben, senki másról nem beszélek, nem dicsekedek, csak egyedül Jézus Krisztusban, ő keresztjében, aki megváltotta a világot. És nekünk itt miről beszélgetni másról. Tehát Mózes, akitől félt, te hozzád meg én hozzám, kegyelmesen lenyúlt, helyretette lelki, kificamodott csontjaimat, gonosz nézésemet, fals hangokra figyelő füleimet, egyenesen járunk, de lelkékbe abszolút elesett lábaim. A Sinai hegyen egyedül volt Isten Mózessel, most ez nem így van, mert Isten a mennyben ott van az angyalokkal és az egyházzal körülvéve. A megtértekkel. Isten sem, most ne botrálkozzatok, mert nem írta magán, nélkülünk nem írja. Neki ránk van vágyakozása, mert az ő fiában megmutatta a végtelen szeretetét. Amivel ostorozta a saját népét, nekünk pedig felkínálta. Ez az egér út a mennybe. Nincs más kérdésé. És még egy-két dolgot mondok, nem tudom, hány óra van. 7 perc múlva. Jó, akkor még egy-két percet. A hívő gyülekezetet arra hívta el Isten, hogy a mennyei világban legyen állandóan összeköztetésben, miközben a földi vándor életét éli. Éljük ezt az életet. Sokszor elhangzik, de jó lenne, a vége lenne. Istenem, de jó lenne már. Micsoda hitetlen kijelentés. Úgy vándorlunk ebben a földi életben, drága testvéreim, hogy mi már a mennyei város polgárai vagyunk. Még sok minden megperzsel, még sok mindenbe belekóstolunk, de tulajdonképpen mi már a mennyeivel vagyunk összekötve. És amikor ott mutatkozik meg, hogy amikor csak valaki a földi élet vándora, hogy egyszerűen nem mutatja meg magát a világba. Én most azt nem csinálom, mert nekem Isten egészen más mond. Azzal lehet legjobban prédikálni, ha cselekszünk. Elmondtam nagyon régen, de hát az a gyülekezet már szinte nincs is itt. Volt egy idős néni, aki megtért, és nagyon fájt neki, hogy a családja nem. A lányával és a vejével élt együtt, és két kis unoka is volt. Elébe próbálta győzködni szavakkal őket, gyertek gyerekek a templomba, gyertek gyerekek a templomba. Aztán a lélek azt az indítatást adta, hogy többet nem szól. De olyan aranyosan megtalálta a módját a következőnek. Kijött a kis külön szobájából, persze ott a fiatalasszony főzött, felrekedett a kerekekkel, az ember leszint, az meg vissza, meg általában a vasárnap, ha nem templomban történik, általában veszekedés van. Én annak idején a hittanos gyerekekkel beszélgettem, hétfő voltak általában hittanórák, és azt mondta, csak vasárnap ne lenne. Mondom, miért? Mindig összevesz, vész anyunk meg akkor, minket beküldeni. Nincs ott Jézus. Marakodnak, ott olvassák egymást személyre. Hova költötted a pénzt, mit csináltál vele? Te meg nem csináltad meg. Az ördög kihasználja. És ez az idős asszony
hát sok ilyen eset volt vasárnaponként. Kihozta a fekete kendőjét a kis szobájából, megrázta így direkt előttük, hogy lássák, fölkötötte a fejére, énekesnőjét odaverte, és csak annyit, hogy szervusztok, én megyek a templomba. És ez így ment több éven keresztül, na az öreg lánynál megint, hogy jó, hadd menjen, imádkozzék, ma ma értünk is, na ennyi azért meg ott. És egyszer aztán ránéz a lány az órára, hát már elmúlt 10 óra, jócskán, a mama nem megy ma a templomba. Megsértette a pap, vagy mi van már? Mindjárt, ugye, és akkor bemegy, és akkor a Bibliája felé hajol, a kis kendő a kezébe, meghalt, hazament. Jött a temetés, mindjárt kezdték mondani, hogy persze, hát annyira szeret az Isten, pontosának, meg minden, meg milyen ez az Isten. És eljött az idő, amikor egyszer csak a lánya, akinek nagyon fájt azért, hogy meg nagyon szerette az édesanyját, és azt mondta a gyerekek, mától kezdve, nézzétek csak, és felvette a fejkendőt, most pedig megyünk a templomba. Látjátok, Isten ad ötletet, csak kérni kell. Mert azzal nem fogjuk megnyerni a szeretteinket, és hagyjuk a kárzok felé menni, ugyanazt csináljuk, amit ő. Mindent elébe helyezünk Istennek. Tehát ez egy nagyon fontos mondani valója volt. Földön vagyunk vándorok, de a mennyei, ez az apostolnak a nagy üzenete a jeruzsálemieknek. A győztesnek pedig lesz jutalma, amit hallottunk tegnap, fehér ruha, a szolgálat csodálatosan fog, nem is illik ez a szó a mennyei együttlétre, hogy szolgálat, majd az Úr azt meg fogja nekünk mondani, hogy mit kell mondani. A Jézus vére által megérkezik, hát ez egy valami csodálatos dolog lesz. És Jeruzsálem, aki beszennyezte sokszor a ruháját, megérti, hogy Jézus az egyetlen üdvözítő, és ott fognak ők is együtt lenni, így győztesek. Ezt az ígéretet megkapja az apostolok keresztül a jeruzsálemi gyülekezet, Sergeniel, vagyis összefoglalva, hogy három dolgot szeretnék mondani. A keresztséggel megindul egy dolog, Isten adja lehetőséget, hogy őt válasszuk, utána pedig kell kérni a Szentlélek erejét, mert anélkül nem lehetett tanítvány, anélkül kapkodott, anélkül, ja, ezt nem is szokták csinálni, ezt így kell csinálni, de így nem úgy, nem úgy. Szentlélek ilyet nem mond, hogy az a virág itt álljon, vagy ott álljon, vagy ez az új egyháztak ide jön, vagy oda jön. Mi ezekbe folyatjuk el az előnket, ezekbe leszünk izomgyengé. És a vége pedig csak a győztes, a nem bomlasztó, a mindig Krisztusra figyelő, a mindig egységet szerető, Istenek rága lelke, a földi vándor, téged és engem, egyszerűen megment, és abszolút nem érdekelnek, higgyétek el, ugye már emberi dolgok, abszolút. Én nem érdekel, de az érdekel, hogy ez még most se adták. Engedjen meg az Úr, hogy Jeruzsálem gyülekezetnek a szép vonásaihoz hasonlítsunk a rosszaktól pedig.